Tóth Boróka, Panna és társai dalától derültek jókedvre a Móri Hársó utcába látogatók, hiszen ünnepre készültek a móri borászok. A legendás móri borvidék nemes nedűit kedvelők új központi helyjel gazdagodtak. Felszentelték a teljesen megújult Lamberg pincét, amely méltó otthona lesz a jövőben a móri boroknak. Helyi turisztikai destináció menedzsment szervezetnek nem volt egy olyan helye, egy olyan pincéje, ahol adott esetben hivatalos rendezvényeket lehetett tartani, de olyan szempontból is egy hiánypótló ez a mostani beruházás, hogy bár vannak kiváló, most már országos és világhírű móri borászaink, hétvégén nagyon jó borokat fogyaszthatunk egyes pincénkben, de tudomásom szerint Móron rendszeresen, hétköznapi nyitvatartással nem volt egy olyan hely, ahova egy ideérkező turista beülhet és végigkóstolhatja mondjuk a kiváló móri borokat. Ilyenképpen is mindenképpen hiánypótlónak tartom ezt a mostani beruházást. Az elhanyagolt épületet megvásárolta a város, majd csak nem 300 millió forintos támogatásból rendbe is hozta. Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a tervek szerint összekötik azokat az utcákat is, ahol a pincék találhatók. Mint lokálpatrióta azt gondolom, hogy most elérkeztünk egy út végére, vagy egy másik út elejére, mert hisz egy tradicionális pincét sikerült először elsősorban a városnak megszereznie magánbefektetőtől, másodszorban pedig pályázat útján forrás biztosítani arra, hogy ez a Lamberg pince felújításra kerüljön, amely reprezentálja az egész történelmi borvidéket, a móri borvidéket, és az egész borvidék összes borásza helyet kap itt, és bemutatásra kerülnek a borai, és ha kell, akkor értékesíteni is tudja. A felújítás fontos szempontja volt, hogy gyakorlatilag a móri borászok pincéi mind megtalálhatóak a Hársa utcában, és egy közös pince a város számára is további lehetőségeket rejt. Öröm számunkra, minden móri számára, nem csak mór szeretjük, hanem a móri borokat is, és szeretjük az ide látogató turistákat is, és hiány volt egy olyan közösségi pince, ami szinte minden nap nyitva van, várja a turistákat, várja a móriakat, várja az ide látogatókat, és próbáljuk bemutatni a móri borvidék valamennyi borát, borászát, és egy interaktív kiállítás keretében a térség, a borvidék szőlőtermesztési és borkészítési hagyományait is. A Lamberg pince interaktív kiállítással és borkóstolóval várja majd a látogatókat, megerősíti és igazolja a folyamatosan növekvő borturizmust, bizonyítva, hogy a móri bornapok méltán került fel a legkeresettebb magyar programok top 100-as listájára.